right here goes out to all the babies, mamas, 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 mamas. Szuper időnk van ma, ez gyakorlatilag már tavasz. És Budapest minden egyes évszakban szép, de talán tavasszal a legszebb. És ezen kívül is van még egy rakásokunk örülni. Legalábbis nekem van egy rakásokom örülni. Hiszen holnap utazom Prágába, és végre megnézhetem a Nintendo Switch játékgépet. Plusz ma reggel lesz egy izgalmas forgatás itt ezen a szuper helyszínen, nem mással, mint pamkutyáékkal. Elég titkos a projekt, nem tudom, hogy mennyi részletet árulhatok el, úgyhogy menjünk oda hozzájuk és kérdezzük meg őket. Ott vannak. Na srácok, mit mondhatunk el erről a videoklipről? Hát nem, nagyjából semmit, nagyon titkos. Oké, és mikor kerül adásba? Hát, az is titkos, az is. Napszemüveget levehetem rólatok? Nem, az nagyon-nagyon titkos. Bocs. Na jó, jelentkezünk a forgatás után. Na hát meg is van a videó, és tudtam, hogy semmi sem úgy lesz, ahogy megbeszéltük. Alapvetően 5 perces forgatásról volt szó, és amikor én azt mondom a vlogra, hogy 5 perces forgatás, az tényleg 5 perces forgatás. De amikor egy nagy produkciót raksz össze, amiben egy csomó beállítás van, meg csomó kamera, meg csomó szög, meg csomó terv, meg csomó forgatókönyv, hát az sosem úgy csül el, ahogy eredetileg eltervezed. Na mindegy, megvan az adás, induljunk! Na! Teszteljünk hangszórókat. Találós kérdés. Mi van nálam? Egy 190 ezer forint értékű hangszóró. És most? 380 ezer forint értékű hangszóró. Már tavaly megígértem nektek még azelőtt, hogy elindult volna hivatalosan a vlog, hogy idén több kütyüt fogok tesztelni, és az az igazság, hogy ez a projekt ez valóban szervezés alatt áll. És ugye volt már itt PC-s laptop, akció, kamera, drón, szóval valójában a gyakorlatban is megvalósul ez az elmélet. De az az igazság, hogy pokolian nehéz felépíteni újra azokat a kapcsolatokat, amik elhaltak, amikor megeslettem. Egy csomószor kérdezitek, hogy miért nem tesztelem mondjuk a Razer termékeket. Vagy miért nincs anyag a Microsoft Surface termékekről? Azért, mert nem lehet beszerezni őket. Egy csomó embernek írtam már ezzel kapcsolatban, egy csomó cégnek, és mindenki válaszolt, hogy igen, ezek nagyon-nagyon érdekes termékek, de nem. Magyarországon nem lehet kapni. Bezzeg a Bioplay termékeket. Ez a brand a Bang & Olufsen márkához tartozik, amiről talán mindannyian tudjuk, hogy egy dán luxus brand. Ami azt jelenti, hogy baromi drága tévéket, hangszórókat, meg hasonlókat árulnak. És létrehozták ezt a Bioplay almárkát, ami kicsit olcsóbb, de nem annyira, hogy bárki olcsónak gondolja őket. Éppen ezért tökéletesek a Macintosok és az iPhone-ok mellé. Ez pedig itt az egyik legújabb cuccuk, az M5-ös, amit néhány hete mutattak be, és ami hihetetlen dolgokat tud. De inkább szedjük ki először. Mindig elfelejtek kést hozni ezekhez a tesztekhez. Na várjatok csak. Meg is van! Ki volt az a lelkiismeretes, aki ezt ennyire ráfeszítette a gyárban? Aha, aha, aha. Tadám! Szóval mi a különleges benne, amellett, hogy nagyon kicsi és nagyon drága? Hát az, hogy annyi módon tud kapcsolódni annyi mindenhez, mint semmihez. Mondom gyorsan a kapcsolódási lehetőségeket. Van benne alul egy Ethernet. Viszont van benne egy Chromecast, AirPlay kompatibilis, van Spotify Connect, Bluetooth, és van Biolink Multiroom is, amit majd később fogok bemutatni, és pontosan ehhez kell a két hangszóró, mert az a lényeg, hogy összetudnak egymással szinkronizálódni, és akkor ugyanaz a zene szól minden szobában. A cucc tényleg őrült jól néz ki, nagyon elegáns, ezt persze el is várjuk ettől a gyártótól, és az a helyzet, hogy szabadon testre is lehet szabni, mert ezt a kis húzatot, ami... Várjátok, mindjárt mondom, hogy mi ez a húzat, mert rá van írva a dobozra. Valami spéci, ennyit írnak. Egyébként a Quadrat nevű dán textil manufaktúra készítette nekünk. Szóval, hogy ezt ki lehet cserélni, hogyha egy másik szobába visszük át, akkor világossá vagy sötétebbé is tehető. Persze a dobozban nincsen másik húzat, ezt gondolom további súlyos 10 000-ért lehet megvásárolni. És nem véletlenül kerek erre, azért van szükség, hogy minden irányba szóljon. Ez azt jelenti, hogy akárhova rakod le egy szobába, és akárhogy forgatod, mindig nagyjából ugyanúgy szól. Elvileg nagyjából. Bekapcsoljuk. És akkor elvileg csak annyi dolgunk van, hogy az iPhone-nal megkeressük ezt az eszközt, és onnantól kezdve már ezen szólnak a zenéink. Nem, egy másik hálózatot. Hogy mész fel a Wi-Fi-re? Most jön az, hogy elő kell vennem a használati utasítást, pedig az ilyesmi gyűlölöm. Iratkozz fel a hírlevelünkre. Wi-Fi, oké. Nem kértem tőled semmit. Egyszerűen csak rád raktam az államat. Megvan. Csatlakozott a hálózathoz. Na, elmondom, hogy mit csináltam. Wi-Fi rákerestem erre az eszközre. Tök egyszerűen beléptem a Wi-Fi menübe, és ott a sok-sok Wi-Fi hálózat alatt egy külön kis szekcióban jelezte ezt a hangszórót. Utána rábögtem erre a hangszóróra, hogy csatlakozzon ő is a saját hálózatomhoz. A hangszóró rákérdezett, hogy melyik hálózathoz akarok csatlakozni vele. Mondtam, hogy ahhoz, amelyikhez a telefonnal is csatlakozom. Rábögtem és csatlakozott. Szóval nem kellett jelszavakkal meg hasonló hülyeségekkel szarakodni, csak kettőt kellett kattintani, és ez nagyon-nagyon jó. Nagyon durva a basszus. És
a hangerőt úgy tudjuk változtatni, hogy egyszerűen elforgatjuk a kütyűnek a tetejét, ami nem megy teljesen körbe, hanem egy ideig erősödik a hangerő, aztán finoman visszatekerődik. Ezek olyan kis luxus apróságok, amik egyrészt teljesen feleslegesek, másrészt nagyon-nagyon menő. És most megpróbálom kitapasztalni, hogy valóban mindenhonnan ugyanúgy szól-e. Hát ez mondjuk igaz is, meg nem is. Bár valóban mindenhonnan szól, legerősebben, legtisztábban innen jön a hang. Szóval, hogyha ide rakom a fülemhez, akkor tisztábban hallom, mint ha ide raknám, de az is tényleg, amikor egy szobában valahol a földön van, vagy egy szekrényen, akkor viszonylag ritkán csinálunk így. És nézzétek, hangprofilt is lehet neki választani, attól függően, hogy csak úgy a semmi közepén van, esetleg a falnál, vagy egy sarokban. És akkor alkalmazkodik hozzá. A 360 fokos hangzás. Na és akkor most kössük össze a berendezéseket, ha már erre is képesek, ami azt jelenti, hogy jön még egy csomagolás. Átviszem egy másik szobába. Na hangoljuk őket össze. Leesett a telefonom, mert elindult a zenelejátszás, ez legalábbis fura. Természetesen, mint általában, most sem olvastam el a használati utasítást, ami egy remek tesztje annak, hogy mennyire egyszerű a rendszer. Alapvetően van ez az alkalmazásunk. Ez hangolja össze a háztartásban található különböző Bioplay eszközöket. A mi esetünkben ugye kettőt. És most elvileg látja a kintit is, úgyhogy azt is csatlakoztatjuk. Haha, egy megvan. Connectingeljed a produktomat. Ez azért egy hangyafasznyival hosszabb ideig tart, mint én azt kívánatosnak tartanám. Nem érhető el wifin. Hát te hülye vagy, rá van csatlakozva a wifin. Elmen neked az eszed. Oké, okay, kicsit beljebb vagyunk, egy szoftver update-et töltött le, és most újraindítja a hangszórót. Bezzeg a régi szép időkben, akkor még rendes vas volt a hangszórókban. Jaj, ne! Gyerünk, fejezd be, kérlek, annyira szeretnélek kipróbálni. És siker! Mindkét szobában szól, figyeljetek! Induljon a muzsika! Másik szoba? És a lényeg az, hogy tényleg nagyon-nagyon durván szól. Ekkora az egész, és bőven... Na, mutatom. Bőven hozza ennek a hangrendszernek a minőségét, ami lényegesen nagyobb, és nem kerül lényegesen kevesebbe. Sőt, basszusban akkorát üt, mint hogyha egy ekkora mély nyomó rejtőzne alatta. Pedig benne van az is valahol a közepén. Szóval, aki szereti az ilyen erős hangzást, az imádni fogja ezt az M5-öst. Na szóval, akkor összegezzünk. Van egy baromi drága hangszórónk, ami nem csak egy hangszóróhoz képest drága, hanem nagyjából bármihez képest, ami nem egy luxus autó. Viszont úgy is néz ki, mint ami drága. És úgy is viselkedik, mint ami drága. Nagyon elegáns a külseje, nagyon jó a kezelése, nagyon finomak ezek az apróságok, mint például az eltekerhető tető, ami szépen lassan visszahúzódik a helyére. Jó ez a szövet, amit a sztori szerint valami dán királynő hajából fontak, egyszerűen be lehet rakni egy szoba közepére, és nem néz ki hülyén. És iszonyat jó, hogy gyakorlatilag bármilyen wireless módon képes kapcsolni bármihez. A software update egy kicsit idegesítő volt, meg az is, hogy egyel bonyolultabb volt összepárosítani a két hangszórót, mint gondoltam, de onnantól kezdve, hogy együttműködtek, minden fasza volt. És jól szól a cucc, tényleg működik a 360 fokos hangzás, bár az is igaz, hogy van olyan része, ahol 360 fokosabb, mint a többi. De ahhoz képest, hogy milyen kicsi, és igazából a táskádban is magaddal viheted akárhová, nyaralásra, házibuliba, másik szobába, szóval ahhoz képest atom jól szól baromi erős basszusokkal. És 190 ezer forint a zsár, mert nem fenyeget az a veszély, hogy minden második a sarkon szembe jön egy ilyen veled. Már csak azért sem, mert a hangszórók nem szoktak szembe jönni. Na, induljunk tovább! És hogy hova megyünk? Ez egy ilyen titokzatos nap. Szóval megyek különböző helyekre, és még én magam sem tudom, hogy mennyit mondhatok el nektek. Úgyhogy először meg kell érkeznem, és meg kell kérdeznem, hogy mit mondhatok, aztán utána elmondom, amit mondhatok. Megjöttünk! Mennyi nyilvánosabból, amiről most beszélünk? Semmi szerintem. De az, hogy valahogy lesz? Még nem, még szerintem. Még az sem? Aja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 j
visszatérünk. Baby, it's drama, mama, don't like me. She doing things like having the boys come from her neighborhood to the studio trying to fight me. Sziasztok! Bár többet mondhatnék, de az a helyzet, hogy nem mondhatok többet, viszont nem olyan nagyon sokára, majd részletekkel jelentkezem. Mikor is? Azt mondták, hogy március 22-én. Mondjuk az még egy hónap. Mindegy, egy hónap múlva mondok majd valamit, egy két hónap múlva bekövetkező dologról. És ez egy jó dolog lesz! Na robogjunk tovább, enni valamit! I love your mom and everything, see I ain't the only one who lay down. She wanna rip you up, start a custody war, my lawyer stay down. She never got a chance to hear my side of the story, we was divided. She had fish fries and cookouts for my child's birthday, I ain't invited. Despite it, I show her the utmost respect when I fall through. All you do is defend that lady when I call you. Yeah.
tudom, miért vannak gépisztolyos katonák a metróban, de vannak. Én úgy nézem, hogy nem volt semmi támadás sehol. Megint megpróbálok bejutni ide, de ha ez itt egy kis minisor a hely előtt, akkor megint nem fogok bejutni. Na megnézzük, mi van ott benne. Van hely, szóval nagyon sokat elmond egy helyről, ha az még alig két hete nyílt meg, és már alig lehet beférni délidőben. Köszönöm. És itt most pontosan ez van, hosszasan kellett keresni ezt az egyetlen szabad asztalt, ahol le tudtam ülni. És egyébként azért nagyon híres a hely, mert elsősorban közel-keleti kaját ad, ami nagyon ritka Budapesten. Van néhány étterem, például a Húzbár az ilyen, meg a Mázentov is ilyen, de egy sokkal szélesebb a spektrum, sokkal több nemzetnek az eredetét lehet megkóstolni. Viszonylag jó áron és állítólag hihetetlenül jó minőségben, úgyhogy most ennek a tesztje következik. Ami abból áll, hogy köszönöm, van üdítőm is. Szóval ami abból áll, hogy eszem. Végre! Bejutottam, ettem, volt asztalom, és fasza volt. Mindezért nem csillagászati összegeket kellett fizetni, 3200 forint volt az egész ebédem, ami körülbelül másfélszer annyi volt, mint amennyire szükségem lett volna. Ami persze nem nagyon kevés, viszont mondjuk két gyors éttermi menünek az ára, és hát ne hasonlítsuk össze a kettőt. Na gyerekek, figyeljetek, én nem tudom, hogy hogyan alakul a következő napok időjárása, de hogyha így, az egyszerűen fantasztikus. Én holnap elutazom Prágába, aki meg itt marad, az meg élvezze ki ezt a szuperidőt.